Szervusztok! Anikó, édes Anikó, köszönöm a kérdésedet. Kérte Anikó, hogy a magas vérnyomásról lehetne szó. Természetesen. Szerintem ez nagyon fog nektek tetszeni, mert én nekem, mint egy ilyen healer, nagyon tetszik ez a érdekes logika, kicsit néha furinka és olyan áttett, hogy összetett. Mi az a magas vérnyomás? A testünk az egy ilyen nagyon komoly metafora és szimbólum halmaz. A vér életerőt szimbolizál, akkor az erek szimbolizálnak ezt a tartófalat, hogy mennyire vagyunk képesek ezt az életerőt magunkban tartani. És a magas vérnyomás az azt szimbolizálja, hogy valahol van egy megoldatlan, vagy akár több megoldatlan traumák. A magas vérnyomás azt szimbolizálja, hogy kerüljük a konfrontációt. A magas vérnyomást azt is szimbolizálja, hogy szeretnénk magunkat kifejezni, de volt a múltban, vagy voltak olyan események a múltban, amikor valahol ez nem jól sikerült. Jön egy olyan eseményből, hogy gyerekek voltunk, vagy tinédzserek, és az anyuval nagyon összeszólalkoztunk. És utána bármikor van egy ilyen típusú összeszólalkozás, vagy konfliktus, mi emlékszünk egy nagyon pici részére annak a konfliktusnak, viszont belül, vagy alul elkezdünk magunkba őrjöngeni. Most csináltam egy másik videót is a fájdalmakról, a belső fájdalmakról. Ez mindig az őrjöngés. Minden szinte probléma az életben az attól van, hogy az ego őrjöng. És akkor utána kell tudni ezt a csomó több ezer részét, hogy miért őrjöng, mi ellen őrjöng, és honnan ered az őrjöngés. Tehát a magas vérnyomás, azt tenném föl egy kérdésként, vagy kérdéseként, és tudod, minél jobb a kérdés, annál inkább el tudunk jutni a válaszhoz, hogy ki az, akivel úgy érzed, hogy nehéz a konfrontáció, vagy úgy szeretnél igazán beolvasni az embernek, csak eddig nem ment jól. A magas vérnyomású emberekre az is jellemző, hogy tervezik azt, hogy na, majd ezt én megmondom, kimondom, beolvasok neki. Tehát ez az alapenergia. Most akkor ez a sztori. Mindig mondom, hogy van egy sztori, és utána alatta van egy teljesen más típusú logika, amivel a gyógyulást el lehet érni. Tehát azzal, hogy ezt elmondtam, az csak egy első lépés. Tudatossági szintre emeljük az össze vagy a hozzájáruló dolgokat. És tudod, mint Magyarországon van ez a mondás, hogy mondj igazat, és betörik a fejed. Ez egy nagyon érdekes dolog. Van benne igazság, persze a régi rendszerben ez igaz volt, mert annak hittük, ha ezt a hiedelmet semlegesítenénk magunkba, akkor nem fogják betörni a fejünket, ha igazat mondom. Ennyire erős és fontos az elmének a funkciója. Tehát, és képzeld el, hogy egy egész nemzet és generációk óta ez folyik, hogy mondj igazat és betörik a fejed. Most ez nem csak ahhoz vezet, hogy az ember nem mondja ki az igazat, hanem elkezd egy kicsit körözni, meg tudod, ezt nem mondjuk ki, azt nem mondjuk ki, ezt másképp mondjuk ki, és elkezdünk igazándiból egy olyan bűntudatot kelteni magunkban, mivel nem beszéljük az igazat, hogy ez ránk támad. Az ego az a bűntudatról szól. És
Mi az, amit nem tudunk kimondani? Mi az, amit nem merünk kimondani? Mi az, amit ki akarunk mondani, de nagyon-nagyon nem megy, mert úgy érezzük, hogy az valami negatívhoz fog vezetni. Ez volt a legkomolyabb problémánk. Az elme az nagyon érdekes, mert mindig van ilyen több oldala. Az egyik az, hogy mi az, amit ő próbál elérni, de fél tőle, és mi az a múltból meg nem oldott történet, ami miatt a jelen szituba kerültünk. Tehát mindig át kell vizsgálni így a múltbeli okokat, a jövőbeli félelmeket, akkor tudunk semlegesek lenni és bekerülni a mostba. Tehát, ahogy mondtam, hogy mi a félelem a konfrontációban. És akkor ezt az ember kilistázza magának. Félek attól, hogy rám támadnak. Félek attól, hogy csak az ember ide beteszi pont-pont-pont. Félek attól, hogy. És akkor ez a félelem honnan jön? Volt esetleg ebben az életben, gyerekkorban, tinédzserkorban olyan esemény, amire ugye az elme úgy vissza tud téged vezetni. Csak az ember visszamegy, akkor áldolgozza a sztorit. Ezek a regressziók, ezt hívják regressziónak, mikor vissza... bocsánat, ezt a telefon lecsukni. Oké, tudom. Ezt hívják regressziónak, mikor visszamegyünk az időben, és átvizsgáljuk a történetet. De ettől még nem gyógyulunk meg teljesen. Tehát ez az érdekes dolog, hogy tudod, múlt életi regresszió, ez a regresszió, az a regresszió, ez még nem old meg minden. És akkor utána át kell vizsgálni a traumának ezeket a bújtatott részeit. Milyen árnyoldalakat teremtettünk magunknak. Mert amikor minket bántanak érzelmileg, lekicsinyelnek, tudod, próbálnak elnyomni, soha nincs olyan, hogy kicsik vagyunk, meg depisek vagyunk, ott mindig alatta van az az őrjöngés. És mi az, amit mi nem fejeztünk ki? Mik azok a dolgok, amiket ki szeretnénk fejezni, de eddig nem fejeztünk ki? Az az elnyomott érzelmek, elnyomott árnyoldalak. Ha úgy érzed, hogy tudod, ezt szeretnéd elkezdeni feloldani, tudod, mert több rétege van, nem kell feltétlenül beolvasni anyunak, apunak, vagy annak a volt szeretőnek, vagy partnernek feltétlenül, hanem ilyenkor tudunk venni egy papírt, ceruzát, vagy egy tollat, javallom a fehér papírt kék tollal, és kiírni azokat a dolgokat, ami bennünk egy elengedetlen konfrontáció. Egy konfrontációs vágy. Semmi baj a konfrontációban, néha az embernek be kell olvasni, mert az emberek nagyon el vannak varázsolva, olyan szinten az ego uralja őket, hogy ihaj, rátámadnak a jóra, megtámadják a jót, bólogatnak az ostobaságra. Tehát tényleg az embereknek kell egy, aki tudod, jól irányított pofon, mert nagyon el vagyunk varázsolva, mint egy emberiség, de ezt nem lehet, vagy nem szabad tudod fizikális síkon kiadni. Ezt hívják agressziónak, mikor már a víz annyira forr, hogy már felrobban a teáskanna. Jó, ezeket ki lehet az embernek magából írni. Amikor írunk, és főleg folyóírással, akkor a mozdulatokon keresztül a tudatalatti elméből elengedünk egy csomó mindent. Tehát ez egy nagyon érdekes, csak több tízezer ilyen mikro neurológiai kapcsolatot tudunk elengedni azáltal, hogy írunk ki magunkból dolgokat. Na most ez is olyan, hogy tudni kell, hogy miről kell írni, tudni kell, hogyan kell írni, és tudni kell azt akkor még azután, amit a papírra vetünk, hogy azt hogy lehet megoldani. Tehát a papírra vetés az egy ilyen kitálalás, ami sokkal jobb, mint a bent tartás. Még után kitálalunk, utána át lehet nézni a szó kincset, a szavaknak a jelentését, és akkor az alatt, akkor, ahogy mondtam, ott vannak a
bizonyos hiedelmek, bizonyos árnyoldalak, és akkor azokat meggyógyítjuk, azokat integráljuk, és nem lesz az a bizonyos konfliktus, nem lesz az a bizonyos betegség, nem lesz az a bizonyos életkörülmény. És utána haladunk tovább. Jó? Remélem, hogy segített. További szép napot, szervusztok!